Ezeket az embereket a magyar rendőrség a román hatóságoknak adta át azon a helyen, ahol azok Románia felől illegálisan léptek be Magyarország területére. A magyar hatóságok meglátása szerint Románia egyelőre kellő szigorral és elszántsággal kezeli a migráns kérdés, ezért még nem mutatkozott szükség kerítésépítésre a román-magyar határszakaszon. A magyar rendőrség egyébként a pünkösd elhúzódott hosszú hétvége miatt az elmúlt 96 órában történt intézkedésekről ma reggel adott ki összegesített közleményt. Ebben azt írják, hogy június 2-ától tegnap éjfélig 51 jogellenesen tartózkodó külföldi tartóztattak fel, állítottak elő és kísértek át az ideglenes biztonsági határzáron, továbbá 5 fő határsértőt fogtak el. A rendőrök és a katonák 70 főt megakadályoztak az ország területére történő belépésben a magyar-szerb határon. További 2 személy ellen közokirat hamisítás miatt indul büntető eljárás, olvasható a közleményben.